Budaörsön évek óta hagyománya van annak, hogy a helyi színház advent, karácsony tájéken jótékony akciókat rendez, így van ez, így lesz ez idén is. Erről kérdezem Tövis Pataki Beáta színművészt. Legalább két dátumot, két produkciót fog említeni. Mit kell tudni ezekről az előadásokról? A Budaörsváros önkormányzata már évek óta megrendezi ezt a jótékonysági rendezvény tulajdonképpen, és mi ennek a programnak aktív részesei vagyunk szintén évek óta. Idén is mi a színházi programba kapcsolódtunk be, rászoruló családoknak adunk ilyenkor egy az önkormányzat felkérése alapján egy színházi előadást, és idén a két Lotti lesz az, amivel a kis közönségünket meglepjük. A két Lotti előadásunk idén került be a Budaörsi Latinovics Színházba, illetve ez egy koprodukció ismételten, a Múzsák Társulat és a Budaörsi Latinovics Színház koprodukciója. Szeptember 30-án mutattuk be. És friss a darab. Egészen friss, nagyon nagy érdeklődés is van rá, mert természetesen ezt nem csak a jótékonysági esemény keretein belül mutatjuk be, hanem minden néző számára repertoárszerűen elérhető a színház műsorán. Mit kell tudni erről a darabról? Hát ugye elég triviális, sokan ismerik, de ha valaki mégse, egy mondatban, egy többször összetett mondatban mi mondható el, kinek ajánlható ez az előadás? Mi családi előadásként készítettük el, erre helyeztük a fókuszt Tasnádi Csaba rendezésében, így igazából minden korosztály számára bátran ajánlott. Mit játszol a darabban? Én Irén Gerlach kisasszony vagyok, a mostoha jelölt, úgyhogy negatív szereplője vagyok az előadásnak. Ez ritka, nem? Te általában a másik oldalon szoktál állni. A muzsika hangjában is én voltam a mostoha, úgyhogy igazából előfordul ez a része is. Hát legyetek jók, ha tudtokban, Leonettát játszom, az valóban egy naíva szerepkör, és ha már a legyetek jók, ha tudtokról beszélünk, akkor megemlíteném azt is, hogy nem csak jótékonysági előadás keretein belül kedveskedünk karácsonykor, hanem nézőinkre is gondoltunk. December 26-án, 17 órakor a Budaörsi Latinovics Színházban a Legyetek jók, ha tudtok című előadásunk megy karácsonykor, amit szintén minden korosztály számára bátran ajánlunk. Ez az előadás már évek óta megy, két éve játsszuk koprodukcióban a színházzal, és rengeteg vidéki és budapesti helyszínen is ment az előadás. Ami nagy büszkeségünk ezzel kapcsolatban, hogy most 2016 nyarán a Szarvasi Vízi Színpadon díjat nyertünk vele. Kardos Róbert, a darab főszereplője, ki Fülöp atyát játsza, a Magyar Teátrumi Társaság által megkapta a legjobb férfi főszereplőnek a díját. Tehát mindenképpen nagyon jó kikapcsolódásra számíthat az, aki ezt a programot választja karácsony. Ez egy zenés darab. Igen, a Legyetek jók, ha tudtok is, és a két Lotti is zenés, családi előadás, és a két Lotti még soha ebben a formációban nem volt bemutatva előtte. Ez egy vadonatúj fordítás, a klasszikus Erich Kästner regényt alapul véve. Én fordítottam egyébként németről magyarra, és a színház dramaturgiával, illetve Tasnádi Csaba rendezőjével közösen alkottuk meg. A zenéket Monori András írta, a dalszövegeket Endrődi Ágnes, és Bóbis László koreográfiáival megy az előadás. Nagyon sok gyerekszereplő van szintén az előadásban, és van egy kis meglepetés is, aki a gyerekek nagy kedvence, ő Lea, és Lea egy kutya. Úgyhogy kutyus is van az előadásban, és mindenki számára bátran ajánlott. Ez lesz 26-án, elővételben érdemes jegyet vásárolni, tehát hogy ne érjen valakit olyan meglepetés, hogy ide jön karácsony másnapján délután mondjuk 4-re, és teltház van. Igen, érdemes előre gondolkozni, illetve karácsonyi ajándékként is a színház mindig egy olyan élményprogram. Én nagyon szeretek karácsonykor élményeket, illetve programokat ajándékozni a szeretteimnek.
ez egy olyan esemény, ami szerintem nagyon kedves ajándék is lehet. Tehát a környező településen élők számára is javasolható, mert gondolom a budaörsiek jó része már látta. Több mint 40 előadáson vagyunk már túl, ez a tájelőadásokat is ez a szám magába foglalja, de abszolút mindenkinek ajánlom, akit a környéken lakik, Budaörs nincs messze, jöjjenek el, nézzék meg. Tehát 26-án a Legyetek jók, ha tudtokra tudnak jegyet váltani, és a két Lotti egyéb előadásaira pedig a színház honlapján tudnak tájékozódni. A december 15-ei, csak azért jutott eszembe a 17-e, mert akkor lesz egy karácsonyi előadásuk Esztergomba, de az egy másik darab. Oda is mehetnek a Török Bálinti, a Nagykovácsi, és a többi. Az a tavalyi darabunk, a Melyiket a kilenc közül, amit tavaly mutattunk be. Egyébként az is lesz, az december 4-én lesz 11 órakor a Posztárton a Budaörsi Advent keretein belül. Ő egy ingyenesen látogatható program, tehát érkezési sorrendben lesz majd a helyfoglalás, és egy klasszikus karácsonyi előadás, ami szintén minden korosztálynak ajánlott zenés családi előadás. Fókuszáljunk most a december 26-ára, tehát elővételben érdemes felhívni a honlapon, ott van a telefonszám, a színház elérhetősége. Igen, illetve jegyet tudnak foglalni a színház jegyfoglalást, tehát online is tudnak jegyet foglalni, nem csak úgy, hogy elmennek a jegypénztárba. Sok értő nézőt és sikeres előadásokat, és szép ünnepet kívánok. Köszönjük szépen, viszont kívánom.